Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezem. Ebben a videóban a Mafia trilógiának ezt az új PS4-es kiadását szeretném bemutatni. Ez nemrég jelent meg a napokban, és meg is vettem. Kiadták külön csak az első részt, ugye azt kapott egy teljesen újraalkották. A második meg harmadik rész, ha jól tudom, az csak minőségbeli, grafikabeli felújítást kapott, de úgy gondoltam, hogy akkor már így a három részt egyben megveszem, mert nem sokkal volt drágább, mintha csak az elsőt venném. Ugye az első részét még, ha jól tudom, PS1-en vagy 2-n adták ki, már nem emlékszem, mert én PC-n játszottam vele, és nagyon nagy nosztalgikus élménye is van ennek a játéknak számomra. Régen nagyon sokat játszottam vele, többször is végig játszottam az egész történetet, szerintem egy 7-8-szor biztos, megszereztem az összes extra autót, 19-et lehetett, ha jól emlékszem, szóval tényleg teljesen kivittem ezt a játékot. És nagyon örülök, hogy most tényleg felújították, még mondtam is régebben, hogy jó lenne ebből a játékból egy újrakiadás, meg ebből nagyon jó filmet is lehetne szerintem készíteni, mert nagyon jó a történet, tényleg szerintem az első részének az egyik legjobb történetű játék, amivel én játszottam, vagy ismerek. A második részt azt szintén PC-n játszottam ki. Az is nagyon tetszett még, de az ahhoz már nincs akkora nosztalgikus élményem, mivel már az később jelent meg. És a harmadik részt meg azt ugye szintén PS4-en, azt nem tudom, hogy mutattam-e már. Ugye azt megvettem, mert azt már így adták ki alapból, ugye PS4-re jelent meg. Hát igazából ezzel is el voltam, de már messze lemarad az előző két résztől, szerintem. Na de akkor nézzük is meg ezt a kiadást. Így néz ki előről. Ilyen a gerince, és hátulról pedig ugye a három rész. Az első rész az a 30-as években, a második a 40-50-es években, míg a harmadik része a 1968-ban játszódik, és nagyon kicsi összeköttetés van a három játék között. De inkább az első és a második rész között van egy fontos összekötő elem. De azt most nem mondanám el, mert erősen spoileres történet szempontjából, de aki ismeri, az szerintem úgy is tudja. És akkor ugye itt van, hogy egy játékos, 154 GB, stb. Ezek nem is érdekesek. Így néz ki hátulról. És ugye egy ilyen papírtokban van benne. Ez így néz ki. És egy ilyen kihajtogathatós tokban van benne. Ha kinyitjuk, akkor így néz ki. És akkor tovább pedig ilyen. Ugye itt vannak ilyen papírok, ezeknek csak az elejét mutatom, mert a hátulján van kód. Ugyebár meg van egy poszter, amit most nem hajtogatnék ki, de egyébként az egyik felén ez a kép van, a másikat nem is tudom, a másik felén pedig a
három rész egyben egy montázs. Ezt most nem hajtogatnám ki. De itt az első rész, ezzel kezdtem el játszani most. A Fair Play nevezetű fejezetnél tartok jelenleg, és hát tényleg elég furcsa, hogy a szereplők azok nagyjából kinézetre maradtak, de azért újraalkották őket is. A város is nagyjából ugyanaz maradt, de néhány utca más, hogy néz ki azért, meg az épületek is teljesen más, tehát a térkép az így kinézetre marad, de mégis egészen más, tehát a régi változatnak már tudtam fejből az egész térképét, nem is kellett sose nézni, hogyha menni akartam valahova. Itt meg azért kell, mert tényleg kicsit átalakították a város nevek is. Van, amelyik maradt ugyanaz, ha jól tudom, de új nevet kaptak, de hasonló a régiekhez. Ennek gondolom oka van, hogy nem lehetett megoldani, hogy ugyanazt a nevet kapják. És aztán ugye a második részt, ezt még nem próbáltam ki, majd kíváncsi leszek erre is, ezt is ki fogom biztos játszani. És a harmadik rész, ami, hát azt mondják, hogy itt nem túl észrevehető a változás ez a lemez között, és amit korábban kiadtak, ezt lehet, hogy még most nem fogom kijátszani, de majd megnézem, hogy mi a különbség, mert hát ezt nemrég játszottam ki, és annyira azért nem tetszett annyira, hogy újra kivigyem, de így egyszer szerintem jó volt, és ha kivesszük a lemezeket, akkor mögötte van kép is. A második részt is egyszer játszottam ki PC-n. Akkor visszateszem a térképet, vagy a térképet, a posztert, meg a papírokat. És akkor megfordítom így a hátulját, ez pedig így néz ki. És most így fejjel lefele van igaz, de össze is csukom. Most nem teszem már vissza a kartontokba, mert egy kézzel nem egyszerű. Nem tudom, hogy a harmadik részt mutattam-e már, tényleg nem emlékszek, hogy mutattam-e valamelyik videómba, de most megmutatom, úgyis kapcsolódik ide. Ez egy egyszerű műanyagtokos kiadás. Így néz ki hátulról. Ilyen a gerince. Ilyen belülről. Itt is van hozzá ilyen papír. Meg azt nézem le, hogy a kódot mutassam véletlen. Meg térkép. Ennek az egyik felén a teljes map látható, vidéki részekkel együtt, a másik felén csak a város, és ennyi. Úgyhogy tényleg ezzel is el voltam igazából, mert csak egyhangúak a küldetések benne nagyon, de azért el lehetett lenni vele. Ami még nekem az első részben tetszik, hogy a térképen jelölve van, tehát látszik a vidéki
rész is a vidéki területek, ami az eredeti játékban nem így volt. Na hát nem is tudom, hogy mit mondjak még erről a játékról. Tényleg, aki játszott vele PS1-en vagy 2-en, tényleg nem tudom már, hogy az első rész melyikre jelent meg, vagy PC-n az első résszel és szerette, annak biztosan tetszeni fog. Meg nosztalgikus élménnyel is bír. Egyébként ugye ennyivel vastagabb egy normál PS4-es toknál ez a 3-as kiadás. És ugye mondtam, hogy az első részét is meg lehetett venni külön. Az egy sima ilyen tokba volt, ha jól emlékszem. De nem sokkal volt drágább a trilógia, szóval pár ezer forintért már plusz két játék az szerintem jobban megéri. Na hát tényleg akkor ennyit szerettem volna erről a játékról. Szerintem elég hamar ki fogom játszani, mivel nagyon szeretem a játékot. Még manapság is néha a PC-n beszoktam kapcsolni a régi változatát. De most ugye kipróbálom PS4-en is, és örülök tényleg nagyon, hogy megjelent. Na tényleg nem is húznám tovább az időt, mert már így is túl sokat beszéltem. Köszönöm, ha végignéztétek, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!